Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Az utóbbi napokban két az autósokat érintő változás is megjelent a közéletben. Az egyik egy tervezet, ami vélhetően nem ebben a formában fog megvalósulni, de mindenképpen foglalkozni kell vele. A másik viszont már fix, hiszen lehozta a magyar közlöny, aláírta Orbán Viktor. Ezeket fogjuk most megtárgyalni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is! A mai videónkat a De Agostini kiadó támogatja, ha előfizetsz az új kiadványukra, amit itt láttok előttem, akkor egy minőségi 1.8-as méretarányú fémkarosszériás Shelby GT500 modellt rakhattok össze. Ez egy aprólékosan kivitelezett autó, minőségi alkatrészekből, működni fognak a fényszóró, a kormánymű, a duda, hangot is ad, és még lesz motorhang is. Ráadásul minden egyes alkatrész csomaghoz színes, érdekes kiadvány tartozik, amiben megtudhatok egy csomó érdekességet Carroll Shelbyről, a Forddal való kapcsolatáról, valamint persze a Shelby GT500-ról. Ez egy színes, minőségi kiadvány, természetesen összerakási útmutatóval egyben. Fizess elő a Mustang Check Engine kóddal, és ingyen házhoz szállítják a kiadványt, de további prémium ajándékokra is számíthatsz. Sőt, most van egy Early Bird akció is, mert akik szeptember 4-ig előfizetnek, azok egy 1.43-as méretarányú Shelby GT350R versenyautót is kapnak. Ezt használták az 1967-es Le Mans-i futamon. Minden további részletet megtalálsz a De Agostini weboldalán, link a leírásban és az első kommentben. Változnak a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei. Ág Péter államtitkár a Parlament Gazdasági Bizottságának ülésén ismerte el, hogy az erős és gyors autók elterjedése állami beavatkozást igényel. Az Építési és Közlekedési Minisztériumot Bakos Bernadett kérdezte, a kormány támogatja-e, hogy az erősebb autókhoz külön jogosítványt kelljen szerezni. A felvetés mögött az MSZP és Molnár Zsolt törvényjavaslat áll, aminek a társsorozatba vételét a Parlament Gazdasági Bizottsága amúgy elutasította. Még egyszer mondom, foglalkoznak az üggyel, mert azt az államtitkár is elismerte, hogy most már akkora számban elérhetők, és annyira olcsók, relatíve olcsók a nagy teljesítményű autók, hogy valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, főleg a közelmúlt balesetei miatt. Viszont az MSZP és Molnár Zsolt törvényjavaslatát nem tárgyalják. Viszont a törvényjavaslattal magával foglalkozni kell. A javaslat értelmében csak olyan ember vezethet 300 kW-nál erősebb autót, aki legalább 5 éve rendelkezik B-s jogsival, megfelelt a pszichológiai alkalmasságin, elvégezte a jogszabályban meghatározott tanfolyamot, és most idézni fogok, ezek mellett a javaslat szerint nem adható vezetői engedély annak, akit közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés, vagy ezek tartozéka megrongálásával, vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzés eltávolításával, vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője elleni erőszak, vagy fenyegetés alkalmazásával, vagy más hasonló módon, vagy mások életének, vagy testi épségének veszélyeztetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, illetve szünetel az engedély annak, aki vel szemben a fenti közlekedési bűncselekmények gyanúja miatt büntetőeljáráson folyamatban a büntetőeljárás jogerős befejezéséig. Tehát, ha rosszat csinálsz, nem kaphatsz ilyen jogosítványt, csak nyilván ezt jogilag szép biklangosan kell megtervezni. A beterjesztő a gyors autókhoz köthető balesetek miatt érzi szükségét a változtatásnak, hiszen ezek a sofőrök alapvetően ugye nem csak magukat, de másokat is veszélyeztetnek, extrém esetben a halálos balesetet is okoznak, mint ahogy azt a közelmúltban többször láttuk. Molnár Zsolt amúgy azt is hozzátette, hogy a meglévő jogokat a javaslat nem vonhat el, tehát visszamenőleg ezt nem tudják alkalmazni, vagyis csak arra vonatkozna, aki a törvény hatályba lépése után szerez jogosítványt, emiatt szerinte átmeneti szabályok megalkotására is szükség van. A minisztérium viszont saját elvek mentén dolgozik az ügyön, hiszen a KRESZ érdemi áttekintésére 2009 óta nem került sor, változtatásra a jogosítványszerzéssel kapcsolatban mindenképpen számítani lehet, és itt most akkor megint idézni fogok. Ág Péter államtitkár erre reagálva nem csak az állami beavatkozás szükségességét ismerte el, de megerősítette, hogy a folyamatban van a KRESZ felülvizsgálata, és ennek részét képezi, hogy a nagy teljesítményű gépjárművek helyzetét miként érdemes rendelni. Úgy gondolom, hogy a technológiai fejlődés, az új közlekedési eszközök megjelenése, a közlekedési infrastruktúra és az ehhez tartozó társadalmi szokások olyan mértékben változtak, amely egy módosítás már nem tud hatékonyan kezelni, újat kell alkotni.
közölte a közlekedésért is felelős minisztérium államtitkára, ugyanakkor hozzátette, hogy a legfontosabb kérdésként a közlekedési kultúra megváltoztatásában látja. Ezzel viszont mondott is valamit, és nem is. Na most, ez a tényálladék, és most jön a véleményem. Azt gondolom, hogy az MSZP-s képviselő szándéka jó, az elméleti megvalósítás is jó, viszont a képviselő urat a valóság nem kifejezetten befolyásolja az ötletelésben. Három problémám van az ő elképzelésével. Egyrészt, ahogy arról szó volt, 300 kW az 402 lóerő. Ez az ennél erősebb autók száma a forgalomban marginális. A Hahun jelenleg 98 ezer autót hirdetnek, ebből mindössze 3000 darab van 400 lóerő felett, a legolcsóbb mellesleg egy 12,5 milliós Tesla Model S 525 lóerővel. Érdekes, hogy a villanyautók mennyire elérhetővé tették a komoly teljesítményt. Tehát nem biztos, hogy a 400 lóerőnél erősebb autók kizárása nagyon-nagyon sokat javítana ezeken a baleseti statisztikákon. A második problémám az, hogy az autó teljesítménye önmagában nem határozza meg azt, hogy mennyire veszélyes illetéktelen kezekben. A súlylóerő arány már például sokkal többet mond. Itt van például a GR Yaris, amit most itt éppen be is indítottak végszóra. Szóval a GR Yaris az a kis önsúlya miatt 400 lóerőnél erősebb autókat úgy kerül ki, mint a pocsolyát. Olyan extremitásokat ne is emlegessünk, mint mondjuk a Caterham vagy a Lotus 1-es modelljei, amikben ilyen 200-250 lóerős motorok vannak, csak hát a súlyuk mondjuk 600 és 800 kg környékén van. Aztán persze vannak mindenféle irracionális befolyásoló tényezők is, például egy 150 lóerős VTI Civic, a jellegénél, a motorhangjánál, a futóművé miatt, a kormányzása miatt egész egyszerűen sokkal jobban sarkal gyorshajtásra, mint egy 150 lóerős 8-as Golf. Pedig lehet, hogy a két autó az eltelt évtizedek miatt ugye, ugyanúgy megy. Tehát, hogy az, hogy egy autó mennyire veszélyes illetéktelen kezekben, azt sokkal több tényező befolyásolja, mint a teljesítmény. Meg hát ugye nem beszéltünk a modern vezetés támogató elektronikákról is, amik igen, sok balesetet segítenek ugyan elkerülni, viszont sokszor mondjuk egy összkerékhajtású turbomotoros automataváltós autóban, amiben mindenféle nyomatékvektorálás, fékasszisztens és egyebek vannak, sokkal hamarabb elhiteti veled, hogy te tudsz gyorsan menni, ezért nagyobb tempókat vállalsz. Tehát ez is egy összetett kérdés, hogy a mindenféle segédelektronikák igazából most javítanak, vagy rontanak a helyzeten gyorshajtás szempontjából. A harmadik problémám pedig az, hogy teljesen mindegy, milyen szabályozást fogunk hozni, ki fogja ezt betartatni? Milyen hatósági rendelkezés van, ami teljesen számon kérhető, hiszen ahogy a régi mondás tartja, az autó benzinnel vagy gázolajjal megy, esetleg árammal, de semmiképp sem jogosítvánnyal. És hát a rendőri jelenlét az utakon finoman szólva sem túl delejes. Én 2008-ban szereztem meg a jogosítványt, az első közúti ellenőrzésemre 2020-ban került sor. Addig autózás közben senki nem érdeklődött afelől, hogy én vezethetek-e autót 12 éve, és amúgy akkor is úgy állítottak meg, hogy egy RS6-os Audival forgattam Budapest közepén a Covid kijárási tilalom idején, volt engedélyem, munkáltatói, és az előttünk menő Volkswagen Charamból kilógott az operatőr, és felvette, hogy 30-al átgurulok a Árpád hídon, nem is tudom, de hogy nem mentem gyorsan meg semmi, de hogy nyilván ilyet nem szabad csinálni, igazából nem is engem állítottak meg, hanem az előttem menőt, csak akkor már igazoltattak engem is. Szóval, hogy az a problémám, hogy akármilyen szabályozást hoznak az extra jogosítványra, nem tudom, hogy ellenőrizhető-e az, hogy az illető, aki azt az erős autót vezeti, az meg is szerezte azt a jogosítványt. Ez a három problémám van, tényleg, hogy egyrészt nagyon kevés autó van 400 lóerő fölött, aztán nem az autó teljesítménye határozza meg azt, hogy mennyire fognak vele gyorsan menni, vagy hogy mennyire tud az adott autó gyorsan menni. A harmadik pedig az, hogy ha hoznak is egy ilyen szabályozást, ki fogja azt betartatni. Ezek helyett sokkal inkább az oktatás általános színvonalának a javítására koncentrálnék. Mutassák meg a hallgatóknak, hogy milyen egy elszabadult autó. Rántsák meg alattuk az autót rántópadon, kelljen megcsinálniuk egy nagysebességű kikerülés szlalomot, kelljen bevenniük kanyar tapadás határon, kelljen fékezniük kattogó ABS-szel nagy tempóról, hogy csináljanak meg minden olyan dolgot, ami kellőképpen ráhozza az emberekre a frászt ahhoz, hogy ne akarjanak autóval később a közúton hülyeséget csinálni, vagy legalább valami halvány fogalmuk legyen arról, hogy mivel is jár az, hogyha elszabadul alattuk az autó.
ami hát, hogy mondjam, mindenképpen hasznos tudás. A másik pedig természetesen az, hogy akármilyen szabályt is hoznak a jövőben az erős autók vezetésére, mindenképpen legyen számon kérő, aki megvizsgálja majd, hogy az illető nem az anyukája autóját hozta el, vagy netán az anyukája nevére vette az adott járművet, és ő jár vele, hanem tényleg megvan a jogosultsága annak az autónak a használatára. Amiről viszont már majdnem minden tudunk, az a konnektoros hibridek zöldrend számának elvétele. Ez az utóbbi években rendszeresen felmerült, tehát számítani lehetett rá, nem ér meglepetésként, és nekünk is készült róla egy elég alapos anyagunk, ezt belinkelem ide alulra, mindenképpen nézzétek meg, hogy képbe kerüljetek, hogy milyen szempontok alapján hozták meg ezt a döntést. Röviden, a zöldrendszám kedvezményekkel járt, ingyen parkolás, nem kellett cégautóadót fizetni, regisztrációs adót fizetni, és hasonlók. Viszont kérdéses, hogy mennyire környezetbarát egy plug-in hibrid, ez nagyjából azon múlik, hogy az autó tulajdonosa mennyire hajlandó töltögetni a plug-in hibrid akkumulátort. Ugyanakkor ott van az is, hogy sokan viszont azért vettek ilyen autót, mert számítottak ezekre a kedvezményekre, így konfigurálták be az autójukat, ezért hajlandóak voltak többet fizetni. Kérdéses, hogy velük ez most mennyire jogszerű. Viszont sajnos az is sejthető volt, hogy ez a támogatás ez meg fog szűnni, hiszen egy új technológia elterjedését segítették, ez most megtörtént, 41 ezer ilyen autó van forgalomban Magyarországon, tehát egy látható tömeg, és egész egyszerűen, mivel elérte a számuk azt a tömeget, ezért ezt a támogatást most már nincs értelme fenntartani. Amennyire lehet, azt gondolom, hogy humánus módon vezetik ki a zöld rendszámot. 2024. szeptember 1-től nem adnak ki konnektoros hibridekre ilyet. Az esetleg megszívta, aki most rendelte autót, és majd októberben érkezik meg neki, ő már ilyen rendszámot nem kaphat. Viszont akinek már van ilyen rendszáma, annak legkésőbb 2026. november 30-ig cserélnie kell. Ez bő két év. Ebből a szempontból tehát ez az akció most nem olyan, mint mondjuk a katalás adózás megszüntetése volt, hogy kedden szóltak, hogy jövő héten már nincs, hanem lehet vele számolni a mostani zöld rendszám tulajoknak. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy kifizeti majd a költségeit a rendszámcserének, ahogy az is érdekes, hogy a 41 ezer userből a 35 ezer halogató majd mit fog csinálni, amikor így egyszerre sorbanállással ráesik a vonatkozó szervekre és hivatalokra. Ezek majd még valószínűleg tisztázódni fognak. Az viszont biztos, hogy itt van, látjátok, kijelöltem a magyar közlöny vonatkozó részét. Meglehetősen egyértelműen leírják, hogy 2026. november 30-ig lehet zöldrendszámos konnektoros hibriddel részt venni a forgalomban, és nem, a tisztán elektromos autók továbbra is megtarthatják a zöldrendszámot és a vele járó kedvezményeket. Na most, engem nagyon érdekel a véleményetek mindkét témában. Írjátok meg, mit gondoltok, hogy van-e értelme a zöldrendszámos kedvezményeknek egy plug-in hibriden, ami azért nehéz kérdés, hiszen plug-in hibrid és plug-in hibrid között is komoly különbség van, mert a 600 lóerős Porsche Cayenne és a Toyota Prius plug-in hibrid között azért van egy kis érzékelhető különbség, akár erkölcsi alapon is, hogy miért támogatunk 80 milliós autókat, akár tényleges környezeti lábnyomukat tekintve. És a másik kérdés, hogy hogyan gátolnátok meg azt, hogy alkalmatlan emberek üljenek erős autókba. Ez ugye a másik témánk, szerintem ez is rendkívül fontos. Szóval iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és írjátok meg a véleményeteket, hamarosan újra találkozunk.